Köszöntöm a kedves nézőket, önök a Péntektől Péntekig című polgármesteri interjút látják. Állandó házigazdánk dr. Puskás Tivadar, Szombathely megyőváros polgármestere. Köszöntöm, polgármester úr. Üdvözlöm a nézőket. Az előző hétvégéből egy nagyon szép kezdeményezést kellene megemlítenünk, egy visszaemlékezést, ami egy emléktúrával kapcsolatos. Ez a 14. Doni emléktúra Szombathelyre érkezett. 14. tehát 14 év óta az ország különböző tájain ez a hagyományőrző csapat egy ilyen emléktúrát tart a Doni hősök emlékére. A Honvédelmi Minisztérium támogatja. Itt Szombathelyen is, úgy ahogy minden településen az elöljárók fogadták a menetoszlopot, akik korhű ruhában menetelték végig a megadott távot, itt Szombathelyen 50 kilométert. Itt Szombathelyen püspök úr, kormánymegbízott úr, és hát a polgármester magam voltam az, akik a templom előtti Mindszenty téren fogadtuk az ide érkező menetoszlopot. Egy rövid köszöntés után aztán egy püspöki szentmisén vettek részt, és utána búcsúztak Szombathelytől. A Magyar Olimpiai Bizottság ülésén a Szocsi téli olimpiára utazó sportolókat köszöntötték, és egyben elbúcsúztak tőlük, sok sikert kívánva nekik. Egy olimpiai bizottsági ülés volt, aminek valóban az egyik napirendi pontja ez volt, hogy a 22. téli olimpiai játékokra elutazó 16 magyar sportoló esküdtett, és az eskütétellel mint egy jogosítást kapott arra, hogy elmenjen a téli olimpiai játékokra. A második napirendi pontja ennek a megbeszélésnek az volt, hogy az Olimpiai Bizottság költségvetését elfogadtuk, illetve megtárgyaltuk és elfogadtuk. Több mint 11,5 milliárd forintot meghaladó pénzből gazdálkodik a Magyar Olimpiai Bizottság. Egy rövid korcsolya bemutató volt ott a terembe, hát ugye ma már a technika ilyenekre ad lehetőséget. A jövő bajnokai vettek részt ezen a bemutatón, ilyen 5-6 éves kislányok korcsolyáztak. Az is felemelő volt számunkra, szombathelyiek számára, hogy az egész műsor, a korcsolya műsor az úgy kezdődött, hogy régi képeket vágtak be régi olimpikonokról, téli olimpián résztvevőkről, és hát a nagy testvérpár is szerepelt ezek között. A hét során szépkorúak köszöntésére is sor került. Rendszeresen elmondom, hogy a szépkorúak megbecsülése azt jelenti, hogy megbecsüljük elődeinket, megbecsüljük a múltat. Most is ugyanazon rend szerint, ugyanazon forgatókönyv szerint zajlott a szépkorúak köszöntése. Érdemes megemlíteni a nevüket, Csilléri Gyuláné és Gömbös Jánosné volt, akiket köszöntöttem. Ők megkapták ugye a szokásos miniszterelnök úr által aláírt emléklapot, megkapták a virágot, meg hát megkapták a gratulációt. Mindkettő nagyon komoly, jókarban lévő, szellemileg teljesen intakt. Ilyen szeretnék lenni 90-95 éves koromban, szóval aranyosak voltak. Rangos nemzetközi sporteseménynek ad ismét helyszínt Szombathely városa. Egy nemzetközi asztali teniszverseny indult szerdán. Kedden tartottak egy sajtótájékoztatót, illetve tartottunk egy sajtótájékoztatót. Nagy öröm számomra, hogy Szombathely a regionális asztali teniszközpont, és ennek keretében ugye néhány hónappal ezelőtt volt egy ifjúsági verseny, most pedig egy nemzetközi felnőtt verseny, ezen 36 ország, azt hiszem 350 versenyzője vett részt, illetve hát pingpongozott, és
Én úgy gondolom, hogy amellett, hogy magas színvonalú a rendezés, mindenki remélem elégedett a környezettel, és azt arra buzdítottam mindenkit, hogy nézzék meg a várost. A város nagyon szép, és vigyék el hírét messzire. Hát ezeknek a sportversenyeknek, amellett, hogy ugye Szombathely a sportokban erős város, amellett az a jelentősége, hogy a jó hírünket elviszik a világban mindenfele, és remélhetően minél többen igyekeznek megnézni Szombathelyt. Csütörtökön került sor az év első közgyűlésére, emeljünk ki néhány fontosabb napirendi pontot. Talán az első legfontosabb a Szent Márton program első ismertetése volt. Boldog új esztendőt kívántunk egymásnak ott a képviselőtársak ismételten, mert ilyen formában, magyarul a közgyűlésen még nem találkoztunk az idei esztendőben. Szó volt valóban a Szent Márton tervről is, meg hát sok mindenről szó volt. Szó volt arról, hogy az adósság konszolidációnak a második üteme is lezajlott, és ezzel a 4,2 milliárd forintnyi adóssággal, amivel tartoztunk, ezt az állam elvitte, tehát nulla a Szombathely megyei jogú város adóssága. Felszabadultunk, szabadságérzetünk lehet, a fejlesztésre költhetjük a többi pénzt. A fejlesztésekről is szó volt a művelődési és sportház adandó plusz összegről, ugye az majd 900 millió forintból újítjuk meg a sportházat, és itt még a tervtanácsnak a javaslatára még egy 50 milliós hozzájárulásra van szükség az önkormányzat részéről. Több kisebb egyéb dologról is döntés született, illetve foglalkozott ezekkel a témakörökkel a közgyűlés. Mit emelne ezek közül ki? Az egyik ilyen az oladi lőtér kérdése. Ugye tudjuk, hogy Oladon két lőtér is van. Itt a Szkít lőtérről van szó, amely igazából hanghatásaiban problémát okozott az ottani lakóknak, a rendőrség visszavonta az engedélyét, úgyhogy ezt mi nem változtattuk meg. Magyarul a Szkít lőtér megszűnik Oladon, úgyhogy ez, én úgy gondolom, hogy az oladiaknak jó hír. Hát majd 10 éves gondjuk volt, ez most sikerült megoldani. Csökkent az étkezési díj hozzájárulás. Például a közintézményekben, ez én úgy gondolom, hogy megint olyan fontos dolog, amit érdemes megemlíteni. Aztán választási bizottság megalakult, ez egy technikai kérdés, de hát azt mutatja, hogy ugye megyünk előre időben, és hát közelednek a választások. A hét közepéről egy nagyon fontos nemzetgazdasági szempontból fontos szerződés aláírást is meg kell említenünk, amely Szombathely városát érintette. Szintén csütörtökön zajlott, és ezért nem tudtunk, vagy nem tudtam személyesen részt venni. Azon a 38. stratégiai együttműködési aláíráson, amely a fővárosban zajlott, ez a Magyar Állam és a Delphi Hungária Kft. Közötti együttműködés aláírása volt. Nem tudtunk részt venni, de honvédelmi miniszterünk Hende Csaba, a térség országgyűlési képviselője képviselte Szombathelyt, úgyhogy ennél magasabb szinten nem képviseltethettük volna magunkat. Előre tekintve a jövő hétre a parlament tavaszi ülésszaka kezdődik 3 napos munkával. A parlament tavaszi ülésszaka rövid lesz, hiszen február elején kezdődik, és 15-ére nagy valószínűséggel vége van. Minden esetre a 3. rezsicsökkentéssel kapcsolatos kérdések tárgyalására kerül sor, úgyhogy nagyon fontos törvényeket kell hozni, nagyon megfeszített lesz a munka. Igyekszünk hétfőn, kedden és csütörtökön tartott ülésnapokkal a parlamenti tevékenységünket elvégezni. Polgármester úr, köszönöm szépen az interjút. Köszönöm a figyelmet. Kedves nézők, Önök a Péntektől Péntekig című polgármesteri beszélgetést láthatták. Találkozunk a jövő héten is. Viszontlátásra!